Hogy ilyen fantasztikus köztes állapotban vagyunk, hogy mi
magyarok vagyunk, de nem Magyarországon. Így aztán megint előfordul az állapot, amiben többször beleütközünk, és ez különben provokál is minket. Ez egy személy szerint nekem ez egy csodálatos provokáció egyébként, hogy mint kisebbségi sok emberhez eljutni, ez mindig nehezebb, az biztos. Például Franciaországban, amikor egyszer intézett az egyik francia menedzser a keleti szélnek egy turnét, akkor elment a magyar külképviseletre, és mondta, hogy nem lehetne valami támogatást ránk kérni, mint magyarokra, és hát természetszerűleg, de ez régen volt, sok évvel ezelőtt, nem tudom mikor, és hogy melyik kormány, és hogy melyik párt, nem ezt akartam mondani ezzel, bár mert hiszen mindig fölmerül mostanában ez, nem ez a lényeg. Lényeg az, hogy akkor természetszerűleg megszólalt az ottani hivatalnok, és mondta, hogy hát az rendben van, hogy ez, mert a Vujčić együttes is volt, tehát hogy magyarországi embereket, hogy támogatni, az normális, de hát szlovákiai, az valahogy nem fér be ebbe a dologba. És mondta, hogy jó. És akkor elment a szlovákiai külképviselő, mondta, hogy szlovákiai, mondta, hogy hát természetesen, hogy a szlovákokat tudnánk támogatni, de hát végül is ők magyarok. Tehát mégsem lehet, az sem. Úgyhogy mi ezt megértjük, szorgalmasan megértjük mindig, csak hát aztán végül is a franciák támogatták a zenekart, úgyhogy ez a köztes állapot különben így megvan. Rossz a Jézus kis csizmája, sír a köbőben, ázik, fázik, megveszi az Isten. Mindenképpen az van, hogy azt szeretnénk, és azt csináljuk, és az elsődleges az, hogy ha itt vagyunk Szlovákiában, mint magyarok, akkor mi mindenképpen nyitni szeretnénk a szlovákok felé, mert lehet. És úgy gondoljuk, hogy ez az egyetlen járható út, és ez egy szép dolog, az, hogy nem bezárkózni, és akkor elnyomni az egész északról főfelé így elekezekkel, és akkor most valami Budapest felé, valamilyen szédületes ragaszkodás, hogy most akkor mi, szóval, na ezt nem. Elsősorban pont a Duna TV-ben nem, lehet, hogy nem jól hangzik, de talán mindent összevetve ez még jobb. Mi nem, elsősorban nem azért akarunk sikeresek lenni, mert magyarul zenélünk. Mi magyarul zenélünk, de ez így alakult. Hát minket úgy neveltek otthon, hát magyarok lettünk, hát ki tehet arról, ugye, tulajdonképpen. Arról csak a szüleink tehetnek. És a mi gyerekek aztán megint csak nem tettek majd arról, hogy magyar iskolába járnak, hát erre még mi tehetünk. Ez egy ilyen dolog. De vannak emberek, csomó ember van, szlovákok, akik szeretnének meg barátkozni, akik eljárnak, és ma este majd tanulni lesznek annak, hogy ez hogy működik. Az Andor folyamatosan szlovákok konferál, mi magyarul is konferálunk, mert oda a magyarok is járnak, de van úgy, hogy többen vannak szlovákok, sokszor tegyék fel a kezüket, akik nem értenek magyarul, és akkor fölteszik a kezüket, volt, hogy többen voltak már, és imádják, ahogy az Andor elmondja a szlovákul, és akkor ráadásul az ottani magyarok is értik azt. Szóval ez egy különleges helyzet, ami Budapesten nem alakul ki, mert ott csak magyarul konferálunk, ott is konferálhatnánk szlovákul, de most minek? Hát a dalnak az egyszerű története, hogy my už sme hrali dneska do obeda pre deti v šali. Túto pesničku, ktorú teraz vám zaspievame, už sme nás hrali a má
Taki itt a fiúk, lányok, obsza, úgy mindig hivattok. Egy szokásról van szó, ami sokkal fiatalabbak. Chlapci, egy évcset ákodi. Kimentek az utcára, az főleg faluhelyen történt. Kiskin na ulicu. Amikor még ilyen szegények voltak az emberek. Azért elárulom. Svájcia, slaninu. Csonkát. Csunku. És hotdogot. A hotdogi. A hotdogi. Čo ako mek teda košár? Deti vždycky hovoria, keď batoštek mali už plný. Elvitek. Zobrali ten batoštek. Do a tanító úr lakására. Pánovi učiteľovi. Mert ő is szegény volt. Melyiket játsszuk szívesen? Hát azt hiszem, hogy egyhangúan a zenekar nevében azt tudom mondani, hogy a Szent Gergely című dal. Azt el kell játszani, ha be van írva a műsorba. Ezt kötelezően szeretjük. Kötelezően szeretjük, ez ki van adva, és ugyanúgy az összes többit is. Már én egy kicsit összekevertem, hogy melyiket hallgatom szívesen. Ide nem gimes számok tartoznak. Szent Gergely. A Szent Gergely kivételével, igen. Ez fűződik valami történet? Igen, persze. De az hosszú. De azért elmondhatnátok. Andor. Gyulának van betanulva. Ez egy gyerekműsor, a Szent Gergely. Az a... Elmondom a konferenciát. A Gyula ugye ezt konferálja. Ez egy Gergely járásról szól, és a gyerekműsor belőle játszó, hogy Gyulának ez a nagyon játszós dala, amit mindig el akar játszani, még nem csak gyerekműsoron is, de és mi is szívesen játsszuk ezt a dalt. És ma, amikor elkezdte konferálni, és mondta, hogy most pedig röviden elmondom ennek a dalnak a történetét, így a Domival fogtuk magad, és kijöttünk, mert tudtuk, hogy a rövid az milyen rövid és jó lesz, ne zavarjuk ott az egészet. Adjatok kakast, bonnerindum, leverendum, laure, hat kaparrion, két darast, totus, kátus, denizérum, forum, domine. Adjatok lúdat, bonnerindum, leverendum, laure, adtasson diákoknak iskolába útat, totus, kátus, denizérum, forum, domine. Gyerecskét, omne dignum leverendum laude, hadd tanuljon könyvecskét, totus cabus demiserum forum domine. Adjatok leánkát, omne dignum leverendum laude, hadd söpörje iskolát, totus cabus demiserum forum domine. Omne dignum leverendum laude, hat főzzön jó leveskét, totus cabus demiserum forum domine. Személy szerint én úgy keveredtem a népzenéhez, hogy amikor másodikos lettem volna a zeneiskolába, 8 éves koromban, akkor nem volt több hely már a zongora szakon, és akkor azt javasolta az Edith néni, az igazgatónő, hogy menjek hegedűre, mert ha már oda jár a zeneiskolába, az én nagyapám híres cigányprímás volt.
És akkor próbáljuk meg hegedűt, mert hegedűre nagyon kevesen járnak, és akkor én hegedűre kezdtem járni, ezért tudok én hegedülni most, már amennyire. És a hegedű aztán már eléggé értelemszerűen adja a népzenét. Ha nem komoly zenét, akkor talán népzenét jazz. Rajzra szerettem volna járni, de a szüleim mondták, hogy azt azért mégse. Így klarinétra irattak, mert többi hangszert lekéstem, az későn volt. És az alapiskola végén pedig jött egy Pukkai László gimnázium tanár, hogy be tudnék jutni úgy a gimnáziumba, hogy elkezdenék a gimnázium zenekarába játszani, és mondtam, hogy akkor, és helyettem az igazgató úr mondta, hogy akkor jó, fog oda járni. Elkezdtünk oda járni, így a Tomival 1979-től együtt zenélünk végül is, és a gimnázium végén nem tudtam főiskolát választani, aztán jöttek negyedikes koromban Gyula és a Tomi, és mondták, kérdezték, hogy hova akarok mondani. Mondtam, hogy ide. Mondták, hogy oda nem, de menjek Nyitrára, ahol a zenekar alakulóban van, és hogy megalakult már, és ott legyek brácsás. Így ott lettem brácsás, ennyiből állt az egész. Akkor még nem is tudtál brácsát? Akkor még nem is tudtam. Most már szokt? A brácsás az, aki tud, vagy szokott brácsázni. Hogyan kezdtem cimbalmozni, az pedig arról csak a gimes tehet, senki más, mert egyszerű, emlékszem rá, hogy Galantán, mert akkor én még nem a gimesben játszottam, hanem egy másik zenekarban, ennek a gimnáziumnak a zenekarába, és ott két fúvós volt, és mondták, hogy hát egy zenekarban minek két fúvós, az egyik kezdjen... Egy is sok, ugye? Egy is sok, és akkor mondták, hogy hát valakinek cimbalmozni kellene, mert azért az sokkal jobb egy népzenekarban, ha van egy cimbalmos. Hát mondtam, milyen hülyeség az, hogy valaki fúvós, az fúvós, az nem cimbalmos. Aztán mégiscsak nekem úgyse volt nagy kedvem a klarinéthoz, és akkor egyszer csak elkezdtem cimbalmozni, mégpedig akkor még nem voltak verőjeim, ugye cimbalom verőjeim, hanem villa, tehát amivel vasárnapi ebédet elfogyasztván megfogtam a két villát, és azzal kezdtem el játszani, mert még akkor nem volt verőm, cimbalmom, kis cimbalmom már volt, és így kezdtem el én valamikor játszani. És miért volt hozzá mindenkinek közünk, mert ezt is... Ja, ezt nem mondtam el. Azért, mert ti mondtátok ezt, de ezt mondtam, hogy ti mondtátok akkor Galantán az utcán, nem tudom, lehet, hogy csak ketten voltak ott, vagy hárman, nem tudom, hogy ha el kellene kezdeni valakinek cimbalmozni tanulni, és ha valaki az én lettem. Akkor még táncházi zenét játszottunk, és ez borzasztó sokat számított. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor ezt játszottuk, akkor mindenkinek a zenekarba, és úgy éreztem én akkor, hogy ez a csúcs, amit a zenébe meg lehet tenni, vagyis, hogy amit hallottunk adatközlőktől, meg egyáltalán a környezetünkben, amit még volt fölgyűjthető zene, és szóval normálisan beleszerettem én ebbe a zenébe. Úgy éreztem, hogy akkor mindannyian szerelmesek vagyunk ebben a muzsikában, és ez így is volt. Amikor főiskolások voltunk, akkor mi ettük a magyar népzenét álmunkba, zenéltünk éjszaka-nappal, gyakoroltunk vonatban, a szobán, buszban, várótermekben, ágyba is. És hát az azt hiszem megmaradt még abból a fanatizmusból, még jócskán. Ha akkor osztogathattunk volna a fanatizmusunkból, akkor is még, hogyha felét elosztottuk volna, akkor is még lett volna ugyanannyi, azt hiszem. Jártam a zenesulit, egy rock bandába játszottam, a rezes bandába, aztán rock'n'roll bandába, utána egy felkérése, hogy játszhatnék a zenekarba, megtanultam dudálni, viszonylag kevés idő alatt gyorsan kellett. Nekem lehet, hogy az egy hátrányom volt, hogy a népzenével nagyon-nagyon keveset foglalkoztam, nem is volt hol. Andor nem akart tanítani engem, mert
Abszolút nem volt otthon. Sokkal többet csavargott a gimessel, mint velem foglalkozott volna. 8 év különbség ez. Ami nem látható, persze. Nem látható, persze. Mert a okosság az bennem ragadt, hogy a fanatizmus még belém. Meg a fiatalság. Testvérek. Mi ketten testvérek vagyunk, és a Gyula és a Tomi testvérek. Én testvérem meg nincs itt. Attilának is van testvére, Attilának is van. Mindenkinek a testvére. Ezek a zenék, ezek, én azt gondolom, bennünk vannak ezek a muzsikák. Ezek szinte törvényszerűen jönnek elő belőlünk. Vannak a daloknak természetesen konkrét szerzői, vannak szövegírók, és a szövegíró Tomi írja a szövegeket általában, vagy népzenei szöveget használunk. Vagy vannak a daloknak írói, szerzői. De ugye az összes hangzás és az egész hangzás, ami most már úgy kialakult és alakulóban van, és egy helyet foglal el, úgy érezzük, hogy ez teljesen ez nem kísérlet csupán, hanem egy egyszerűen mi belőlünk ez a fajta muzsika árad, és ezt a muzsikát vagy így, vagy olyan formában, de állandóan ezt fogjuk művelni, vagy ilyen hasonlóképpen fogjuk művelni, természetesen új dalokkal, új melódiákkal, új szövegekkel, de ezek a dalok, ezek törvényszerűen alakulnak és jönnek, és megkapja azt a formát. Ez egy belső indítatás, és nincs rá recept, és nincs rá egy kitalált forma. Tehát a dolog tudatos ugyan most már a munkánk, de a zene, és a zenélés és a zeneszerzés, én úgy gondolom, hogy addig jó, amíg egy olyan ösztönös hangulatokat hoz elő, ami aztán a közönséget is magával tudja ragadni. A népzenével az történik, hogy abban az időben az történt, hogy elkezdtük tanulni pontosan úgy, ahogy ők játszották pontosan ugyanazt, és ez csak az, amikor az ember megtanulja, és még maradt szomja, akkor valami olyasmit kell csinálni, ahogy mi is csináltuk, hogy ez a népzenének a megtanulása, ez nem elég. Hanem valami olyasmit is bele kell vinni azt a lelki szükségletet, ami bennünk van, és merni. Az a merés volt az, ami mássá tett minket, hogy a népzene megtanulása után mertünk más zenét is. Kipróbáltunk, mert mindannyian különböző zenét, nem csak népzenét, népzenélés előtt különböző zenéket is kipróbáltunk és játszottuk is. Tudtunk meríteni ebből, abból sokrétűen. Az olyan, mintha a vers mondó, aki egyben esetleg valahol versíró is, csak a régi klasszikusoknak a verseit mondaná, és nem merne írni új verset, hanem csak azt leírná inkább még egyszer. Ilyen a népzenél, és hogyha valaki mást és újat nem meg beleírni, vagy belevinni. Persze az a bácsi, aki a népzen, mint adatközlőnek mondják, ő persze megmeri ezt csinálni, mert őre nem szólhat senki. Fiatal népzenei berkekben persze az van, hogy ilyeneket megszólnak, aki másként játszik, és mer másként játszani. Mérges pipa csúkú, három csillag gyúl, mi a három
zöld szemüvegen áll. Szép ez a világ, rózul ideges dolgot a szívben. Zöld szemüvegen áll, szép ez a világ, rózul ideges dolgot a szívben. Munkának, amit végzünk, mert azért ez nem egy robbanásszerű munka volt, vagy hogy eredmény volt, hanem azért nagyon, nagyon aprólékosan megjártuk azokat a lépcsőket, és fölfelé arra szolgatunk, nem tudunk kihagyni egy lépcsőfokot se. Ennek most már azért megvan az eredménye, úgyhogy bekerült a köztudatba ez, hogy mi is az a Gimes zene. Remélhetőleg a Gimes együttesen nem fog az vonatkozni, amit olvastam egy múlt héten egy szlovák újságban, hogy a sertést és a művészt általában haláluk után értékelik legjobban. Talán a hétköznapi embert azért nagyon nehéz összehozni, vagy egyenlőséggel tenni, vagy hasonlítani azzal az emberrel, aki ugyanazzal az emberrel, aki a színpadon zenél, mert ez a két dolog, ez nincs egy síkba, vagy akár nincs is egy térbe. Ez, hogy valaki kimegy muzsikálni, akkor nem azokat az érzéseket éli meg, amiket szalámi vásárlás közben, hanem ez egy ünnep, akár még ha a legnagyobb játék is. De biztos, hogy ezek más régiók, és aztán azért, hogyha például valaki folyamatosan dönti a vicceket az autóba, lehet, hogy a színpadon sír a muzsikájával, és fordítva. Úgyhogy ezért nem lehet ezt a kettőt egy szintre hozni, nincsenek egy szinten. Ez erősen elválik, ez egy fölfokozott hangulat, akárhogy is az a színpad. És mélyebbre kell nyúkálni az embernek, gondolom.
édesem, csak lélegezz, mint a túlvilág. Táncba csalts most, így szufog, szép, de fáj a tánc. Gyorsul úgy is mindenem, mint az ölelés. Épp a vége egy rövid görcsbe repülés. És ezért most tánc, és ezért most táncolunk, és ezért most ránc, és ezért most ráncolunk cipőt, szemet, ahogy nevet s időt. Jobbra lassan, balra lassan, ritmus halkan, ring a hajban. Újra kavarog a végre csikorog a mégis mosolyog a napra hunyorog a tánc a ködben, tánc a jégen, tánc a hóban, tánc a fagyban, tánc a ködben, tánc a jégen, tánc a hóban, tánc a fagyban, tánc a ködben, tánc a jégen, tánc a hóban, tánc a fagyban, tánc.